az orosz-ukrán háború következménye egy egész Európát sújtó energiaválság. A drasztikusan emelkedő áram és gázárak mellett óriási nehézséget jelent a települési önkormányzatoknak a költségvetésük egyensúlyban tartása. Kiskörösön még tavaly októberben fogadta el a képviselőtestület azt az energiatakarékossági intézkedési tervet, mely bevezetésével jelentősen csökkenthető az energiafelhasználás. A város legnagyobb energiafogyasztású közintézményeiben még a tavalyi évben végrehajtották az energiaracionalizálás kényszerű lépéseit, a közvilágítás esetében azonban most realizálódtak a megszorító intézkedések. Az MVM-mel való egyeztetés miatt húzódott el a közvilágítási lámpák ritkítása. Most jutottunk el oda, hogy nekifoghattunk, és kérjük a kiskörösieket, hogy ne jelentsék be az MVM-nek, hogy nem világít a lámpa, mert azt mi kapcsoljuk ki, és mi fogjuk figyelni azokat a lámpákat majd, és meg is jelöljük egy matricával, majd mindenkit kérek, hogy figyelje, amik világítani fognak. A szolgáltató felé így csak a matricával ellátott lámpák esetében kell majd hibajelentéssel élni a lakosoknak. A városvezetés kényszerű, ám de felelősségteljes döntést hozott azzal, hogy a közvilágítás ritkítása mellett döntött. Több megoldás is lehetett volna. Az egyik és leggyakrabban alkalmazott megoldás az az, hogy egy bizonyos időszakra 100%-osan lekapcsolják a közvilágítást a településen. Ez mondjuk éjféltől reggel 5 óráig. Én egyeztettem közvilágítási szakemberekkel, és senki nem javasolta, hogy ezt tegyük, mert szörnyű az, amikor egy település teljesen elsötétül. A forgalmas útszakaszokon, a kereszteződésekben, a nehezen belátható kanyarokban és a gyalogátkelő helyeken továbbra is lesz közvilágítás. A városvezetés és az itt élők közös érdeke, hogy az energiaválság ne lehetetlenítse el kiskörös költségvetését, ezért a polgármester megértést és türelmet kér minden kiskörösi állampolgártól. Nagyon kellemetlen intézkedés ez, és igazából most kezdik a lakosok érezni, amikor elsötétül az utca. De meg kell, hogy tegyük, mert most az önkormányzati költségvetést rakjuk össze, illetve raktuk össze, és jövő héten testületülésünk lesz. Azt látjuk, hogy szükség van további takarékossági intézkedésekre. A Béke és Határ utca területén kezdték meg a közvilágítás ritkítását, de a város más pontján is arra kell számítani, hogy lesznek sötét útszakaszok. A köztéri lámpák 40%-a kerül majd kikapcsolásra, ami elengedhetetlen az energiatakarékossági intézkedési tervben vállalt csökkentések megvalósításához. Én azt gondolom, hogy mi teljesíteni tudjuk a kitűzött célt, hogy nem megtízszerezni, ha nem teszünk semmit a költségeinket, hanem azt egy felezésre tudjuk tenni. Tehát az azt jelenti, hogy az eddig megszokott közvilágítási és gázszámláink 5-szörösére nőnek csak, nem pedig 10-re. Az 5-szörös áremelkedés is nagy terhet ró az önkormányzatra, aki a jövőben minden lehetőséget megragad ahhoz, hogy a jelenlegi közvilágítást energiahatékony lámpatestekre cserélje.